Sziasztok! Van ez az Asus X555U-s széles laptopom, és ebbe került bele egy HyperX Impact 8 GB-os, 1600 MHz-es, CL9-es időzítő, DDR3-LS RAM. Ez tűnik, hogy SO-DIMM-es verzió, eddig minden frankon működik, azt tudni kell, hogy be van integrálva egy 4G-es DDR3-as a laptopba, mivel így nem tudom 10 gigát bővíteni, csak 12 gigáig tudtam bővíteni. Igazából azért van így csinálva a videó, maga a RAM az ilyenben van benne. És azért tudtam így csinálni a videót, mert nekem szerelőtette össze most a gépet. Igazából mi kellett bele a RAM-ot. Mert időm nem lehet volna beszélni. Na, annyit kell tudni, hogy a sima DDR3-as SO-DIMM-es RAM-ok az 1,5 volton működik, ha jól mondom. Ez meg 1,35 volton működik. Igen, az új széles laptopomban LS verzió kell, a régebbibe kell a sima DDR3-as. Ma nem beestem is ebbe a hibába. Na, nem nézek utána, hogy járj oldal, akkor vettem volna bele egy sima DDR3-asat, 200 gigát. Na, így szerettem bemutatni, majd játéktesztek lesznek. Szerintem Doom, Far Cry 4, meg ilyesmik. Ilyen új játékokból, régi játékokból, meg még stb. Na, ez ennyi lett volna. Sziasztok!